I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok, vessünk szamótát és petúniát. Az egyiket az ízért, a másikat meg az illatáért. Petúniából én ezt a óriásvirágú fodros levelűt választottam, és a rózsaszint. A szamócából pedig ezt a rügen megnevezésűt. Igazából a szamóca, ez a szamóca, ez a földi eper, ez nem olyan minőségű, maradjunk annyiba, mint amit a boltokba fogsz venni. Ezek alig ilyen cseresznye méretű szamócák, viszont nagyon jól lehet termeszteni őket balkonládákba. Én is abba fogom, és igazából nagyon-nagyon finom illata és íze van, sokkal-sokkal intenzívebb, mint a boltokba kapható, és a legjobb dolog benne, hogy ha most elveted, palánta nevelőbe kihajtatod, akkor jó eséllyel júliustól a fagyokig szedhetsz be róla belőle. Nagyon-nagyon finom. Mindenkinek csak ajánlom, természetesen évelő. A petúnia, sajnos nem évelő, igazából őt palántázni kell, ezért is egy ilyen palánta tálcába fogom elrakni. Körülbelül 1 cm-es kis lyukakat rakok a tálcákba, és ezt fogom majd nagyon látszerkezetű, homokos palánta nevelő, és természetesen kertészeti perlittel kevert földbe rakni. Maga a vetés az viszonylag egyszerű, de hogy hova fogom tenni és hogyan, az nálam most egy kísérlet lesz. Tudni kell, hogy a petúnia mag, hát próbálom mutatni, hát valami irgalmatlanul pici. Igyekszek mindenhova egy keveset szórni. Természetesen utána egyelni kell. És a maradékot csak így elszórom. Aztán a végén beszórom földdel. Ez ugyanaz a föld, az a palánta nevelős föld, mint amit általában szoktam használni. 3 rész föld, 1 rész kertészeti perlit és 1 rész homok, folyami homok. Hát valami maradt a csomagba, csak itt simán rászórom. Úgyis egyelni fogom, szóval a lényeg az, hogy ki kelljen. Ennyi a vetés, de mint ahogy mondtam, ahova ki fogom tenni, az egy kicsit különlegesebb módon fogom kirakni, és bízok benne, hogy nagyon szépen megered. És akkor jöjjön a szamóca. A cserébe 3 rétegű földet raktam. Az aljára kerti talaj keverve marhatrágyával és homokkal, hogy egy kicsit lazább szerkezetű legyen. Utána van egy réteg marhatrágya, és utána egy vékony réteg palánta nevelő föld, és ebbe fogom elvetni, és utána természetesen 1-2 cm vastagon pedig be fogom vetni a földbe. Hát, ennek se sokkal nagyobb a magja, mint a petúniának. Így nagyon óvatosan meghintem ezt a cserepet. Írják, hogy a tőtávolság az 20-20 centi, fél centit javasolnak takarásnak. Erre nagyon-nagyon figyelek, hogy tényleg annál nagyon több ne legyen. Na, ezzel meg vagyunk, és akkor, hogy hova is rakom őket. Szóval betettem ide a palánta nevelőbe ezt a kis petúniás tálcát, és ki is vettem ebből a zöld
tálcájából, egyből a földbe raktam. Egyrészt kap egy kis hát, talajkapcsolatot a baktériumok és a különböző földi élő lények, akár gombák már most meg tudják találni. Talán egy kicsit kisebb sóghatás fogja érni, amikor majd átültetem őket. Az epret pedig ide tettem rögtön fényre. Jó meleg lesz neki, természetesen most nincs más dolgom, mint belocsolni, és várni a csodát, hogy kikeljenek. Amúgy magába a palánta nevelőbe a citromok teljesen jól érzik magukat, az olajfák is. Ez egy eper, meg egy csoki illatú menta. Amikor kinyitom ezt a palánta nevelőt, mindig brutálisan ilyen csokis epres illatot érzek. Na de megy a locsolás, azt utána már takarom is őket. Ja, és van egy kis retek is elvetve, meg már azért készülök a különböző kártevőkre. Mint látjátok, a sárga lapot érdemes használni az ágyások között. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!